az állatok folyamatosan ordibáltak. Amikor a gyermek nehezen ad ki hangot, fárasztja a beszél, elcsuklik a hangja, a beszél közben suttogásba megy át a hang, akkor hangképzési zavarral állunk szemben. Utána 5 labdával dobálózott tovább a bohóc. Utána kivett a zsebéből még 2, mennyi labdával dobálózott. A hangképzési zavar tulajdonképpen az emberi hang tisztaságának zavara. Honnan jött Csongi a hang? Onnan. Onnan. És ki lehetett az? Kinek a hangot Ádámé! Már óvodáskorban jelentkezhet ez a probléma. Látható tünetei lesznek, láthatjuk a gége, a nyakizom, a torok megfeszülését, emelkedés közben, beszéd közben. Ez odáig fajulhat, hogy estére a hangszalagok már nem képesek hangot kiadni. Hát látható már gyakorlati tennivalókból egy példát, ugye ma van a Logopédia Európai Napja, és hát megdöbbentő, hogy ha csak magyarországi viszonylatokat nézünk, akkor több 10 000 embernek van valamilyen kommunikációs zavara. Mosányi Emőke, a Fővárosi Beszédjavító Intézet igazgatójának jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát ugye sokan azt hisszük, hogy maga az, hogy kommunikáció az alapvetően a beszéd folyamatosságot jelenti, de hát egyáltalán nem így van. Mi felnőttek is nagyon sokszor küzdünk még mindig dadogással, akár hadarással, ez ránk is jellemző, rám is jellemző, mint műsorvezetőre, de nem tudom, azért a kommunikáció felértékelődött, úgy érzem. Másik oldalról meg úgy érzem, hogy mégis egyre több gyereknek van beszédzavar, ez így van? Igen, ez a tapasztalatunk. A intézményünkben, de általánosságban azt mondhatom, hogy az óvodás korosztálynak, ez az 5-6 éves korosztálynak, amikor kötelező szűrés van, tehát minden kisgyermek 5 éves korban átesik egy logopédiai szűrésen, akkor 40-50%-a logopédiai ellátásra szorul. Az nagyon ez sok. Nagyon nagy szám. De hogyha azt nézzük, hogy 5 éves korban kötelező ez a szűrés, és úgy körülbelül 6 éves korig lehet, nem tudom, jól mondom, azért igencsak jól alakítani azt a beszédtevékenységet, akkor mondjuk nem késő az az 5 éves kor? Hát mi nagyon szeretnénk, hogyha ez korábban is megtörténne, például az óvodába lépéskor, hogyha ha elindul az a tendencia, hogy kötelező lesz az óvodai ellátás 3 éves kortól, akkor nagyon szerencsés lenne már 3 éves korban egy szűrés. Ez azért lenne fontos, hogy a nyelvfejlődésnének az elmaradásának, vagy a késői nyelv beszédindítás, beszéd elkezdésének a szűrése megtörténhessen. De nagyon sok gyerek későn szólal meg. Ez is hatalmas probléma, mert ugye amikor arról beszélünk, hogy logopédia, tényleg mindenki csak arra gondol, hogy hadarunk, meg pösszén beszélünk, ugye? Igen, és a kisgyereknél. Alapvetően a legnagyobb probléma a nyelvfejlődési zavar. Hisz ha van egy nyelvfejlődési zavar, akár egy éretlenség, egy idegrendszeri éretlenség állhat a háttérben, akkor annak bizony 7 éves kor, amikor a iskolába kell menni feltétlenül, tehát nincs már lehetőség választani, addigra teljesen tökéletesen rendeződnie kell. Tehát nem mindegy, hogy erre egy évünk van, tehát 5-6 évig vagy 7 évig, vagy pedig van 3 éves korban már elkezdődhet a fejlődés, vagy fejlesztés, vagy akár 2,5 éves korban, és bizony akkor 6-7 éves korra már ez tünetmentessé válhat. Hát már csak azért is, mert rengeteg probléma pont a tanulásra lehet kihatással. És hogyha ez akkor kiderül, akkor már pont a gyerek iskolába megy. Sőt, az összes megismerési funkciók attól függenek, hogy a beszédfejlődés az hogyan alakul. Ha nem alakul jól, tehát nincs egy jó beszédértés, nincs egy jó produkciós oldala a beszédnek, akkor semmiféleképpen nem mondhatjuk azt, hogy az a gondolkodás, a társas készségek azok fejlődnek, ami nélkül viszont nem tud iskolába menni, és ott teljesíteni a gyermek. Ugye a Beszédjavító Intézet egyébként is tártkarokkal vár mindenkit, felnőtteket is gondolom alapvetően, hogy segítséget nyújtsanak, de most azért az Európai Nap kapcsán egyfajta figyelemfelhívás is van. Ingyenes szűrés sorozatot is kezdeményeznek. Igen, egy picit, tehát felnőtteket nem tudunk ellátni, mert egy közoktatási intézmény vagyunk, tehát 18 éves korig tudunk ellátni, felnőtteknek tanácsadással tudunk szolgálni, hogy hova forduljanak, merre menjenek. De a felnőtteknek van ellátó rendszer? Hát igazából az egészségügyben van egy nagyon-nagyon szűk szegmens, ami neurológiai osztályokon van, fülorgégészeti osztályokon, de hát meg tudnám számolni, hogy hány darab logopédusi állás van Budapesten, ami nagyon-nagyon nehéz és rossz helyzetet mutat. Sajnos nincsen, igazából nincsen. Úgyhogy nagyon nehézen tudunk mi is segíteni a felnőtteknek. Emőke, megakasztottam ezzel az ingyenes szűrés sorozattal, mert közbe kérdeztem a felnőttekre. Ez a mostani
akciónk tulajdonképpen arról szól, hogy most viszont bárki jöhet, akár felnőttek, akár gyermekek, tehát mindenki, aki úgy érzi, hogy az ő beszéde kicsit más, mint a többieké, az jöhet, és akkor mi segítünk neki, és adunk tanácsot, hogy merre forduljon. Ez a mai nap folyamán is megtörténik, illetve minden páros hét péntek délutánján is lehet hozzánk jelentkezni. Nem tudom, hogy annak így társadalmi oka van-e, hogy minél többen fordulnak segítségért, vagy az, hogy sokat beszélünk róla, csak még talán mondjuk még mindig nem eleget, de nem számadatot kérek, de mondjuk az ellátásban részesülőkhöz képest milyen arányban van a logopédusok száma? Tehát megoldott az a helyzet Magyarországon, hogy van elég szakember? Tulajdonképpen igen, megoldott, de annak ellenére, hát mondjuk a nagyvárosokban egyértelmű, kisebb településen azért nem ennyire jó a helyzet, vagy falvakban nem ennyire jó, de nagyvárosokban igen. De nem csak ez a probléma, hogy túlterheltek a rendszer, hanem nagyon nehezen találja meg az érintett, hogy hova fordulhat. De nagyon sok esetben ezért nem is tudunk számadatot mondani, hogy mennyi a beszéd problémával küzdő ember, vagy nyelvfejlődési zavarral küzdő ember, mert nagyon sokan nem is kerülnek be az ellátórendszerbe egyáltalán. Azért felnőttkorban mennyire lehet korrigálni? Ugye gondolok arra, hogyan kezdtük is, hogy azért a kommunikáció szerepe felértékelődött, és meg hát a kapcsolatainkban, az alapvető mindennapi kapcsolatainkban is a legfontosabb szerepe a kommunikációnak van. Tehát tudunk alakulni felnőtt tudunk, korban? Tudunk. Az a tapasztalatunk, és az az én személyes tapasztalatom is, hogy igenis akaraterővel mindent le lehet küzdeni. De beszédhibákat is le lehet küzdeni? Beszédhibákat, artikulációs hibát, tatogást, hadarást, hangszál problémákat, mind le lehet küzdeni. Úgyhogy muszáj is ezzel foglalkozni. Köszönöm szépen, hát én is majd egy kicsit a gyors beszédről megpróbálok leszokni. Legalábbis ma mindenképpen figyelek, őket nagyon szépen köszönöm.